Jól teljesített az építőipar 2021-ben. Még annak ellenére is így van ez, hogy számos kihívást hoztak az ágazat számára a világjárvány miatt bekövetkezett gazdasági hatások. A legnehezebben a beszerzés alakult. Az elmúlt egy-két évben rohamosan emelkedtek az építőanyagok árai. Ezt a vásárlók is megérezték, jelentősen drágult a lakásépítés költsége. Ennek ellenére jelenleg is csaknem 35 ezer lakás építése van folyamatban országszerte. Ahogy minden évben, így idén is változott néhány jogszabály, az egyik legfontosabb ezek közül a bontás engedélyezésével kapcsolatban lépett érvénybe. Alapvetések változtak, a korábbi gyakorlat szerint egy folyamatosan gyarapodó 20-30 tételes lista jelentette azokat a nem engedélyköteles tevékenységet, amiket jó volt tudni, ebben elég komoly dolgok léteztek leírat szinten. A mostani szabályozás az én mai tudásom szerint szemléletében változott meg, és alapvetően azt foglalja össze, hogy mikre kell figyelmet fordítani, és nem a nemlegeseket gyűjti ki, úgyhogy ezeket például mindenképpen célszerű tanulmányozni. A jelenlegi szabályozás szerint idén még biztosan 5%-os áfával lehet megkezdeni lakások építését, illetve új ingatlant is lehet vásárolni ilyen adókulccsal. Van azonban újdonság az energetikai szabályokban. A legjelentősebb, hogy június végétől csak a közel nulla energiaigényű épületek kaphatnak használatba vételi engedélyt. A minősítés szerint így a megengedett, egy évre számított, négyzetméterenként 100 kW per óra energiafogyasztásból 25%-ot megújuló energiával kell fedezni. Akik ma építkeznek, tudják, hogy a épületgépész vagy energetikával foglalkozó szakember megfelelő számításokkal igazoltan nulla energiaigény körüli állapotot tervez a mai mondjuk lakóingatlanoknál, például családi házaknál, meg más épületeknél is, és ennek most nem az utolsó lépcsőben nem a hőtechnikai konkrét limitek növekedtek, hanem a megújuló energia kötelező hasznosítási módja és ennek az aránya jelent, azt hiszem 25%-os a megújuló energia kötelező hasznosításának aránya ma épülő, vagy ma átadás, inkább azt mondom, az idén még júniusig átadásra kerülő épületek szempontjából ez a követelmény még nem ezzel a szigorúsággal, de ezt követően már a megújuló energia, tehát napelem hasznosítása, egyéb hővisszanyerési megoldások, stb. Ezeknek is benne kell ma lenni egy korszerű épület műszaki tartalmában. Megújuló energiahordozóként többféle anyag és megoldás alkalmazható, így például többek között tűzifa, biomassa, biogáz, szél, víz vagy geoenergia is. A legtöbben azonban kétféle megoldással igyekeznek a 25%-os új előírásoknak megfelelni. Gázfűtés mellett napelemet telepítenek, ezzel termelik meg az áramot, vagy hőszivattyúval termelik meg a fűtéshez és a melegvíz előállításához szükséges energiát.